Mostanra az 5000-et is meghaladta az izraeli háború gázai áldozatainak száma. Az izraeli hadsereg továbbra is tűz alatt tartja a Hamász állásait. Egyetlen nap alatt több mint 400 célpontra mértek csapást. Az izraeli hadsereg szóvivője megerősítette, ha megszületik a politikai döntés, a csapataik készen állnak a szárazföldi támadásra. Gázából érkező rakéta szelte át hétfő este a dél-izraelis Derot feletti eget. A vaskupola védelmi rendszer még időben hatástalanította a lövedéket. Az izraeli vezetés még a háború első hetében döntött a gázai határnál fekvő 30 ezer lakosú település evakuálásáról. A kiürült város utcáin kiégett autóroncsok emlékeztetnek a Hamász támadására. Fél óra autóútnyira innen Be'eri kibucban az iszlamisták támadása kiégett, romos házakat hagyott maga után. A túlélők többsége több mint két hete hotelekben él. Lövéseket és sikolyokat hallottunk, betörtek a házamba. Hallottam, ahogy törnek, zúznak. A páncélajtóval elzárt menedékszobába mentem. Megpróbálták rám törni az ajtót, de nem sikerült nekik. Emlékezett vissza a támadás napjára egy izraeli férfi, akinek 16 éves fiát túszként tartja fogva a Hamász. Az izraeli hadsereg azóta folyamatos válaszcsapásokkal próbálja sakban tartani a Gázában működő iszlamista terrorszervezeteket. A zsidó állam védelmi ereje kedden újabb felvételeket tett közzé az övezet elleni támadásokról. Közlésük szerint a térségben tovább növelték a nyomást, és az elmúlt 24 órában 400-nál is több katonai célpontra mértek csapást. A gázai utcákon közben pánik és zűrzavar uralkodik. A Debrecennél is kisebb területű, nagy népsűrűségű térségben több mint 2 millió ember esett csapdába. A palesztin hatóságok szerint a légicsapások áldozatainak száma már 5000 fölé tehető, és már 30-nál is többen haltak meg az ENSZ helyi segélyszolgálatainak munkatársai közül. A gázai kórházak továbbra is lesújtó állapotban vannak. A sérültek rendkívül magas száma miatt sokakat a földre fektetnek. Az orvosok szerint megfelelő eszközök hiányában nem képesek mindenkit ellátni. Napról napra egyre súlyosabb esetekkel kerülünk szembe. A sérültek többsége nő és gyermek. Az emberek teste tele van robbanó szerkezetek szilánkjaival. Mostanra odáig jutottunk, hogy nem is tudunk mindenkin segíteni. Ezért csak azokat kezdjük el ápolni, ahol a legnagyobb esélyt látjuk a túlélésre, mondta egy Han Yunisi kórház orvosa. Miközben az izraeli hadsereg a terület elleni támadásra készül, a palesztinok Egyiptomból várják a segítséget. Az izraeli kormány engedélyével szombat óta több mint 50 kamionnyi nemzetközi segélyszállítmány érkezett a térségbe, és továbbra is 100-nál több várja, hogy beengedjék az övezetbe. Eközben kedreggel Emmanuel Macron francia elnök Jeruzsálembe látogatott, hogy egynapos látogatásán az izraeli kormányvezetőivel tárgyaljon a háborús helyzetről.